Testnevelés órát tart Vajda Tamás az apácai torna termében. Az elmúlt negyed században számtalan alkalommal tette ezt, ugyanis 25 éve annak, hogy 5 a nagykálói év után az intézménybe került. A kosárlabdával még első munkahelyén kezdett el foglalkozni, azóta pedig a sportág része az életének. Úgy kerültem az apácai gyakorlóba, akkor még gyakorló iskola voltunk. Öt év szakmai gyakorlattal kosárlabda edzőt kerestek, akinek már eredménye is volt. És mi a nagy kálóba lányokkal már több országos elődöntőn is részt vettünk. És Alla József a mentortanárom volt a főiskolán, később barátom lett és munkatársam. Így kerültem az ő ajánlásával a apácaiba. Bár az apácaiban a létesítményhelyzet nem mondható ideálisnak, az iskola csapatai az elmúlt évtizedekben számtalan sikert értek el a diákolimpiai országos döntőkben. Nekünk az iskolában csak ez a kisebb baj idézőjelben, hogy két kicsi tornatermünk van, de ez a tornaterem már legendás, innen már nagyon sok csapat alakult ki, aki diákolimpiai aranyérmet nyert, vagy akár egyesületi aranyérmet nyert, rengeteg válogatott játékos került ki ebből a tornateremből. Hát én mindent megpróbálok megtenni, hogy ez megszerettesem ezt a sportágat a gyerekekkel, és eddig még ez sikerült mint Vajda Tamás elmondta, az elmúlt 25 évben nagyon sok csapata és játékosa volt. Nem tud és nem is akar közöttük különbséget tenni, de egy együttes egy picit közelebb áll a szívéhez. 25 éve ugyanaz a mappával dolgozom, és ugyanaz a csapatnak a fényképe van benne. Az első csapatom, akivel ide kerültem 2001-be, országos döntőbe kerültünk. Természetesen erre emlékszem először a legszívesebben, de minden csapatom ugyanolyan közel áll a szívemhez, mert utána is nyertünk még diákolimpiát, voltunk másodikok, negyedikek, ötödikek, de ugyanolyan közel állnak azok a csapatok is a szívemhez, azok a gyerekek is és szülők is. Bár napjainkban az akadémiai csapatok játékosai általában ugyanabba az intézménybe járnak, így hatalmas a konkurencia, a testnevelő edző bízik abban, hogy a jövőben is lesznek apácai sikerek a diákolimpiákon.